szólnak? Hát sajnos nem az enyém, de azért már Magyarországon is kapható a világ legígéretesebb elektromos kisautója, a Reva. Nem szennyezi a környezetet. Hát, hogy jóképű vagy nem, az döntsék el önök. Minden esetre én még mindig tűnődöm azon, hogy hogyan is fértem el benne. Ugyanakkor viszonylag drága, és hát megvannak a buktatói. Erről is szó lesz, de beszélünk az országot felbosszantó végkielégítésekről, aztán az internetes társkeresés szabályairól, előnyeiről, hátrányairól, és vendégünk lesz itt a stúdióban egy világbajnok fiatal magyar bűvész. Előbb azonban nézzék meg az év legígéretesebb autóit. Az elektromos autóké a jövő. Ez volt a legfontosabb üzenete a patinás frankfurti autókiállítás idei rendezvényének. Az eseményen nem volt gyártó, amelyik ne sorakoztatott volna föl legalább egy típust a környezetvédő, energia- és költségtakarékos járművek közül. A napelemes autóktól a konnektorokból tölthető változatokig a csöndes járművek számtalan változatát kínálták a gyártók, persze egyelőre még tömegtermelés nélkül. Az alapvetően csak akkumulátorokat és egyszerű elektromos motorokat tartalmazó, miniatűrizáltnak ható járművek ugyanis méretükhöz képest igen drágák, 4-10 millió forintba kerülnek, és egyéb problémákkal is szembesítik tulajdonosaikat. Pillanatnyilag az elektromos meghajtású autóknak sok nehézséggel kell szembenézniük. Egyrészt igen költséges az akkumulátoros technológia, másrészt ezeknek az autóknak erősen korlátozott a hatótávolsága a belső égésű motorokkal szemben. A jelenlegi próbálkozások csupán lépések a jövő felé, hiszen igazán kiforrott technológia jó esetben is csak 10 év múlva várható, amikor meglátjuk, hogy valódi konkurenciát jelentenek a belső égésű motorokkal szemben. Európa útjain jelenleg 4000 elektromos meghajtású kisautó fut, ebből Londonban 1300. Magyarországon néhány tucatra tehető az elektromos benzines vegyes meghajtású gépkocsik száma, és eddig mindössze néhány darab tisztán elektromos autót adtak el. A frankfurti kiállításon az elektromos autó volt a sláger, és nekem valahogy úgy tűnik, hogy most már egyik gyár sem igazán jelenik meg környezetvédelem ígérete nélkül. Tehát olyan autókkal jönnek elő, amelyek igenis ezt a célt szolgálják. Jól látom? Így van. Mi összeszámoltuk, mintegy 40 új típus mutattak be. Ezek jó része természetesen koncepciótól még, főleg az elektromosak. Hibridek, elektromosak, és voltak a hibridek már működő, vagy piacadobás előtti modellek. Tisztázzuk ezt, ugye a hibrid autó az nem tisztán elektromos, hanem van egy elektromotor, ami rá segít. Ez egy lépcső az elektromos autók felé? Talán egy átmenet, egy szép átmenet, hiszen ma még az elektromos autókban nem annyira bíznak az emberek, és biztonságot jelent számukra az, hogy mégiscsak van egy jó öreg benzines motor a kocsiba. És miért nem bíznak? Mik a hátrányai? Nincs még tapasztalat, én azt gondolom, ezért nem bíznak benne. Hátrányai végül is a korlátozott hatótávolság jelenleg. Az mennyi? Különböző modellek vannak, a piacon kapható modelleket tudom most mondani, mert a koncepció az csak koncepció. Amiket lehet kapni, a legkisebb modell az 80 km hatótávolsággal rendelkezik, és 80 km/órás maximális sebességgel. Utána, ha nem is tankolni, hanem tölteni kell, így van. Vagy utána, vagy közben is akár. Tehát nem feltétlenül kell megvárni, amíg kimerül az akkumulátor. És ez speciális töltőállomás kell, vagy egyszerűen? Nem. Bárhol lehet tölteni. Munkahelyen, plázákba, éttermekbe. Most indul el egy kampányunk, amiben éttermeket fogunk megkeresni. Amíg ugye vacsorázik, ebédel az ember, addig fel tudja tölteni a kocsiját. Hogy ön most meggyőz engem, jó, ezt elfogadom. Tehát tölteni kell, 80 km az nem is rossz, tehát azért 2-3 napot el tudok így vele van, autózni. Így van. Aztán még milyen hátrányok vannak? Milyen hátrányuk van? Igazából más hátrányról én nem tudok beszélni. Akkor mondom, amiről én hallottam. Helyes. Azt mondják, hogy viszonylag drágák. Ez így van. A beszerzési ára az magasabb, mint egy 30-35%-a, mint egy hagyományos gépkocsinak. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, nagyon fontos, hogy a fenntartás, a fenntarthatósága sokkal, de sokkal kevesebb, nagyságrendekkel kevesebbe kerül, mint egy hagyományos autói. Aztán azt mondják, hogy hát mostanság azért még az elektromos autó nem szolgálja ki egy család igényeit, tehát muszáj mellett egy hagyományos autót is fenntartani. Nyilván a hosszabb utakra gondolnak. Nekem meg most az jutott eszembe, hogy nyilván az akkumulátor az autónak a lelke, ugye? Mert hogy más fenntartást igazából nem is igényel. Mennyi idő az akkumulátor élettartama? Típusonként változik. Amit említettem az elején, a belépő szintű elektromos autó, ami 80 km tud megtenni, ez ólomsavas akkumulátorra rendelkezik.
Ennek az akkumulátornak jelenleg mintegy 500 töltési ciklus az élettartama, illetve nem is élettartama, eddig őrzi meg a 100%-os töltés felvő képességét, ami azt jelenti, hogy eddig lehet 80 km-es hatótávolságot használni. Utána is lehet használni, csak utána elkezd csökkenni szépen a megtehető távolság, még mintegy 160 ciklusig. Most egy ciklus ugye 80 km-re elegendő. Tehát ebből ki lehet számolni, hogy körülbelül egy olyan 30-35 ezer kilométert lehet megtenni úgy, hogy megmarad a 80 kilométeres hatótávolságon. Uh-huh. És utána mi jön? Akkumulátorcsere? Akkumulátorcsere, így van. Így ez van. Pedig egy nagyobb tétel? Ez egy viszonylag nagyobb tétel, így van. A jelenlegi akkumulátoroknak a cserélési ára az körülbelül 340-50-60 ezer forint. De nem fontos egyszerre cserélni. Uh-huh. Tehát meg tudjuk vizsgálni, hogy melyik blokk az, amelyik már nem szolgál olyan jól, és akkor csak azt cseréljük. Ugyanis ebben a járműben 8 darab 6 voltos akkumulátor van. Tehát lehet, hogy csak 8-ból egyet kell cserélni. Eddig kicsit szkeptikus voltam, most nézzük az előnyeit, mert az rengeteg van. Ugye környezetbarát. Nem is hallottam a hangját, amikor vezettem. Nincs? Hát egy nagyon pici hangja van. Igazából belülről egy picit hangosabb, mint kívülről. Tehát kívülről egyáltalán nem hallani, belülről halljuk, hogy működik, gurul a kocsi, hiszen mégiscsak van egy gördülési hangja. Emiatt talán egy kicsit veszélyes is lehet, nem? Mert hiszen nagyon csendes. Nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést, nagyon sokan gondolnak erre. Valóban nem olyan, mint egy brummogó, berregő, hagyományos gépjármű. Ugyanakkor mi azt gondoljuk, hogy elsősorban a sofőrnek, a vezetőnek kell ügyelnie a gyalogosokra, és nem fordítva. Aztán nincs szinte fenntartási költség, ha jól értelmeztem, és nincsenek kipufogó gázok, ez a legfontosabb szám. Így van. Mindemellett a legújabb modellünknél mintegy 80%-kal kevesebb alkatrész van benne, mint egy hagyományos gépkocsiba. Tehát elmaradnak azok a bizonyos költség, amikor cserélünk ezt a szervizköltség. Így van. Fontos. Melyik az a célcsoport, akinek elsősorban a jövő elektromos kisautóját ajánlják? Pillanatnyilag főleg az ára miatt, illetve amiatt, mert nem széles körben ismert még az elektromos autó, úgy gondoljuk, hogy a potenciális autóvásárlóknak mindegy 1-2% az, aki számításba jött. Ők rendkívül jól tájékozottak, és nagyon odafigyelnek a környezetvédelemre. Ők az elsők. Mielőtt erre még visszatérünk, mielőtt jobban belemelegedne, nézzen meg ön is velem együtt egy olyan hírt, amelyet nemrég kaptunk, egy Tribrid nevezetű hibrid autóról, amit egy Trabantból alakítottak át. Hát Trabant vagy nem Trabant, szerintem az elektromos meghajtás a lényeg. Közben megérkezett Horváth Sándor úr is, jó napot kívánok, aki egy magyar találmánynak az ötletét próbálja megvalósítani, vagyis hát már sikeresen meg is valósult. Nálunk az országban azért még nem nagyon ismerjük a Bontinót, jól mondom a nevét? Igen, ez a 2,5 évvel ezelőtt kitalált autónknak a márka neve, amit október 2-án, ha lehet ilyet mondani, eltettük a süllyesztőbe, feltettünk a feladathoz. A Bontino egy aranyos, kedves kis autónak indult egy egyszerű feladatra, de a világ akkorát változott menet közben, hogy ezt át kellett dolgoznunk, át kellett értékelnünk, és mivel mi nem csak elektromos autót tervezünk, hanem komplett multifunkcionális töltőállomásokat, összeszerelő üzemekkel, töltőoszlopokat, stb., az egészet hozzáigazítottuk ezt a programhoz. Hát a Bontino márka név az nagyon klasszul sikerült bevezetni, de már más, e hét hétfőtől más a márka név, és más is a feladat. De marad a magyar fejlesztés? 100%-ig. Mi igazából nem Magyarországon mozgunk, mi egy globális gondolkodásmódot képviselünk. Mi a nyugat-európai piacot szánjuk meghódítani, és erre van elég jó példa már. Magyarország kicsi ország, kicsi piac, és igazából a mi járműveink nem a mindennapi élet járművei, pontosabban nem olyan mindennapi élet járművei, amit a kollégáim vagy a többi autósok űznek. Mi általában turizmusfejlesztésben gondolkodunk, ezen belül is komplett szolgáltatásban, és ennek egy nagyon-nagyon jó kategóriája az a kis haszonjármű, kategória, amiben sokkal nagyobb feladatot lehet véghez vinni, ha csak a személyszállításra gondolnánk. Köszönöm szépen, uraim, akkor zárjuk azzal, hogy a jövő kecsegtető, de azért még nem tudni biztosan, hogy mit hoz. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Apropó jövő, most következő pénteken az ablakban egy rendkívül izgalmas